No, megyünk, Bubu? December második hete. Esett az első hó. Nem túl sok. De legalább esett. Arra jó lesz, hogy a kutyát egy kicsit összemancsolja. Mai program, megmászok a hat hegyet. És szedünk csipkebogyót. Éve hozzám egy szóló. Hát ki az a bolond, aki kézzel leszedegeti? Egy-két szemet még csak-csak. A dégen szúrós őkelme. Ezért jobb, hogyha ezzel szedjük. Hopp, az első bokor. Szép kövér csipkebogyócskák. És már bele is akadtam kis híján. No de, menjünk tovább. Nem a Mária úton megyünk, hanem egy másikon. Bagi panoráma. Hat hegy alja. Vagy egy tetén pedig ott van a tatárülés nevű fensík. Bemegyünk a bozótba. Jó, meredek. Igen, ezt itt művelték. Ma már nem. Jó kis túráj. Most látjuk, csipkebogyót kell találni. Rájöttem erre a vadcsapásra. Nem a legnagyobb csipkebogyókor. Inkább a galagonya nő benne. De hát aki keres, talál. Jó kis csalitos. Szegény cseresznyefa. Kicsit ketté tört. Úgyis ugyan mennyire fázik, nem tudni. Nem mondja. Bubu, mennyire fázol? Hm? Semennyire? Örülsz, hogy itt vagyunk kint? Akkor jó van. Olyan, mint a csipkebogyót látnék. Éppen most mentem át egy rózsabokron. Na, van egy kis csipkebokor. Mindjárt neki látunk szedni. Amiért jöttünk? Megyünk tovább. Hat hegy dzsungelei. Bevegyünk majd az erdőbe, aztán rakunk valahol egy jó kis tüzet.
Hüvi van. Megint sikerült bejönni a sűrűbe. Hát itt valami állat előttünk, ösvényen. Valószínű többen voltak. Lehet, hogy disznók. Kerítünk egy szélmentes helyet. Aztán megmelegszünk. Elhúztam ma. Késemet is otthon hagytam. Papírt is. Amit a kófejlőjére nélek. Az egy részben szép. Idejárás. Sötés kezd elmúlni. Nyitjuk a kistizet. Bubi, itt vagy?
tömkök vannak. Aztán is alkalmazni őket, ha az ember megfogni. Végesebb térben. Most találom ez a szerkezet.
Lejött a kávé. Ennyi maradt a toronykából. Kutyi közben rajtam. Kéne enni is valamit. Kávézunk. Közben nem tudom mennyire látszik, itt esik a hó. Apró pályhegbe. Nemrég még sütött a nap. Az erdő varázsa. Kutyuska. Fázol? Nem? Akkor jó. Indulunk itt a hat hegy akátosába. Tovább, meg volt a kávé. Bubuka! Vissza! Hozzám! Gyere ide! Gyere, baba! Hozzám! Gyere! Gyere! De jön! Édi pofi! Itt szalad! Itt a hóba! Gyere is! Jó van, nagyon jó kutya vagy. Na, múltkori lecke úgy látszik, hogy meghozta a kívánt hatást. Úgyhogy nem kell attól tartani, hogy csellenged egy ideig. Ne fog kapni egy csinos kis GPS-t, hogy tudjon merre járkál, ha ne egy isten elkódorog. Azt hiszem itt van a kis út, amin föl szoktunk jönni. Igen. Menjünk a Mária út fele, vagy menjünk haza, fázol, baba? Kutyum, gyere! Menjünk erre hazafele! Gyere! Hát, ha találunk egy csipkebogyót valahol. Szedünk egy kicsit. Hát, akátosbét nem nagyon akad. Bejöttünk a bozót részből. Ja, úgyhogy mindig erre jövünk föl, most meg lefele. Jaj, de jó illat van. Friss hó. Egész jó fölgyalogoltunk. Rendesen lehet látni a vadok a váltóit. A svénykéket, amiket kitaposnak. Hát kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még hó idén. És hát ha lesz és túl nagy lesz, akkor már bubukát nem biztos, hogy tudom hozni. Fölfázik Csóringer. Kis pocakját. Bele kell, hogy engedje a hóba, ha csak meg nincs fagyva. Mármint a hó. Rókanyílás. Bubu! Fázolt, baba? Itt a hasadék. Amikor régebben is ütöttem. Még füles kutyussal. Szegényként még picit már megöregedett, nem nagyon bírja tempót, amúgy jönne. Tuti. Mária út mellett itt a vadcsapás. Látszik, az állatkák nem nagyon szeretik az ember által használt utat. És kint is vagyunk a Mária úton. Ki a fene zarándokol erre, hogy ki van járva? Ki? Jaj! Rálépte a bubó ő felségére.
megyünk hazafele. Remélem lassan megjön az új gimbalom. Az ugyan nem elektromos, de mechanikus, viszont sok mindent rá lehet szerelni. Majd megnézzük, a gyerek fényképezőjét elbírja-e. És visszatértünk ide, ahonnan indultunk. Ó, hát volt itt fenyőfa, szerettem volna egy kis gyújtóst róla. Na mindegy. Irány haza. Bubu baby, megyünk haza.